Nemzeti összetartozás napja, a trianoni veszteségekre emlékeztek a megyeházán. Talentum 100 milliós projekt segítette nevelőszülőknél élő gyermekek tehetséggondozását megyénkben is. Nyitány kedvezményekkel indította az idei strandszezont a sóstói élmény és parkfürdő, ahol egy nagy fürdőfejlesztés van készülőben. Az elveszett történelmi tájakról, gazdasági lehetőségekről és az elcsatolt területek lakosságáról emlékeztek meg a megyeházán. A Kölcsey Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A trianoni békeszerződés során elszakított területek lakóinak összetartozása ma is érezhető, és ezt a kapcsolatot folyamatosan ápolni és erősíteni kell, hangzott el a Nemzeti Összetartozás napján. A megyei közgyűlés elnöke arról is beszélt, hogy jövőre egy történész konferencia segíti majd a magyarság múltjának kutatását és a múlt eseményeinek napjainkra gyakorolt hatásának vizsgálatát. 1920. június 4-én Magyarország számára új határokat szabott az első világháborút lezáró 14 részből álló trianoni békeszerződés. Ebben a győztes felek, az Antant Szövetség hatalmai kijelentették, hogy Magyarország felelős a háborúban a győztes államoknak okozott károkért. Ezért az ország lakosságának felét is több mint 230 ezer négyzetkilométert vettek el Magyarországból. 2010-től ez a tragikus nap hivatalosan is a Nemzeti Összetartozás napja. Egy olyan részén vagyunk az országnak, ahol a Trianon jóval több sebet ejtett. Itt az új határ az elválasztott egymástól embereket, akik korábban együtt éltek, együtt dolgoztak, együtt rendezték be, közösen rendezték be az életüket. Itt én azt gondolom, hogy a legfontosabb a nemzeti összetartozáshoz kapcsolódó a legfontosabb programok azok, amelyek ezeket a megszakadt kapcsolatokat újraépítik emberi értelemben, gazdasági értelemben, közösségi értelemben. És én azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban több olyan program is meghirdetésre került, ami ezt segítheti. Ugye diákjaink azok határon túli magyar területekre utazhatnak például, és nagyon sok olyan gazdaságfejlesztési program is van, ami ugyanezt a célt szolgálja. Így lehet újra létrehozni azokat a kapcsolatokat, amelyek megszakadtak, vagy a meggyengülteket felerősíteni. Ezeket a határmenti együttműködési programok segítik. A megyei közgyűlésnek Székelyföldig van programja a Nemzeti Együttműködési Alapnak köszönhetően. A következő egy év újabb lehetőségeket kínál a kapcsolatok erősítésére. Dolgozni fogunk ezen. Én azt gondolom, hogy egy történész konferenciát is jelentett számunkra. Éppen tegnap váltottunk erről eszvecserét. Azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy a magyarság egészét, illetve a szűke pátriánkat érintő mai napig ható következményeket számba vegyük, és gondolkodjunk közösen a jövőről, de olyan ünnepségek megszervezését is jelenti, olyan emlékműállításokat is jelent, amelyre azt gondolom, hogy lesznek állami programok, állami pályázatok is. Szatmár Németi, Ungvár vagy Eperjes, csak néhány nyíregyháza testvérvárosai közül. Közös bennük, hogy a megye szomszédos országaiban találhatóak, valamint hogy a megye székhely élő és folyamatos kapcsolatot ápol ezekkel a településekkel kereskedelmi, gazdasági és kulturális szempontból. Külön hangsúlyt helyezünk arra, hogy a diákok, a következő generáció fiatalok is érezzék ezt. Ezt a nemzeti összetartozást, ami tulajdonképpen ennek a megemlékezésnek is a lényege, hiszen a trianoni békediktátum céllyel szakította az országot ténylegesen, óriási károkat okozva, nem csak gazdaságilag, szellemileg is. De a magyarság él, összetartozik, de az, hogy éljen, ahhoz bizony mindenkinek tennie kell. Én azt gondolom, hogy itt Nyíregyházán, és nem csak az önkormányzatot említeném, sőt nem is azt első helyen, itt a város közösségében ez a gondolat él, és hát minden héten megjelenik valamilyen programban is. A megyeházán tartott rendezvényen elhangzott, az összetartozás vitathatatlan, közös ügyünk a nemzet emelése, ez pedig nem csak nemes feladat, hanem hatalmas felelősség is. Mintegy 100 millió forintos támogatásból segítették 175 nevelőszülőknél élő gyermek tehetséggondozását 4 megyében, köztük Szabolcsban is. A projekt keretében mások mellett kompetenciafejlesztés, eszközbeszerzés, tréningek és műhelymunkák valósultak meg. A bevon gyerekek személyiségükben is fejlődhettek a programok során. Zsúfolásig megtelt a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karának előadó termek kedden délelőtt. Itt tartották a Talentum tehetséggondozó gyermekvédelem elnevezésű projekt záró konferenciáját. Az egyik megvalósító a kelet-magyarországi református nevelőszülői hálózat volt,
amely Debrecenben működik, de 5 megyében lát el nevelőszülőket foglalkoztató tevékenységet. 175 a hálózatukba nevelt és gondozott gyermeket, és 42 mentor tudtak bevonni a projektbe. Elsődlegesen a családokhoz kihelyezett laptopokon keresztül e-learning változatban segítik tulajdonképpen a mentorok ezeknek a gyerekeknek a tehetséggondozását. Ez gyakorlatilag laptopokon keresztül történik jelenleg, amit természetesen szeretnénk a továbbiakban továbbfejleszteni. A cél az érintett gyermekek társadalmi integrációjának, tehetségük kibontakoztatásának, testi és lelki gyógyulásának, személyiségfejlődésének elősegítése volt. Mások mellett kompetenciafejlesztésen, eszközbeszerzésen, tréningeken és műhelymunkákon keresztül. A mintegy 100 millió forintos uniós forrásból megvalósuló projekt régiónkban 4 helyszínt érintett, de az országban máshol is zajlott hasonló tevékenység. Összességében 1,2 milliárd forintos pályázati felhívás volt országszerte, 18 darab pályázati konstrukció, illetve 18 darab támogatási szerződést kötöttünk ennek keretében, és ennek a része ez a nyertes pályázat is, amelynek ma a záró konferenciáját tartottuk. Idehaza 23-24 ezer gyermek részesül gyermekvédelemben. A kormányzati cél, hogy ők elsődlegesen nevelőszülőknél nevelkedjenek. Utóbbiak erkölcsi és anyagi megbecsülése érdekében vezették be 2014-ben a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, 2020-tól pedig egy új konstrukcióban is segítik őket. Egy új családtámogatási forma kerül bevezetésre, az a nevelőszülői gyed, tehát a nevelőszülők az általuk nevelt gyermek után is fognak tudni majd gyedet igényelni, pontosan azért, hogy minél szélesebb legyen mögöttük az az anyagi háló vagy biztonság, ami arra engedi őket, abba engedi őket erőt még kifejteni, hogy a gyermekkel foglalkozzanak és vele törődjenek. Ma Magyarországon egyébként mintegy 5300 nevelőszülő van. Az általuk végzett hivatásra különböző programokkal hívják fel a figyelmet. A cél, hogy hosszabb távon minél családközpontúbbá tegyék a gyermekvédelmet. Jó időben indította a strandszezont a Sóstói Park és Élményfürdő. A nyitó hétvégén kedvezményekkel várták a fiatalabb vendégeiket. Közben egy nagy volumenű fürdőfejlesztést készítenek elő a várossal együtt. Emellett a hamarosan elkészülő új szálloda révén is több látogatóra számítanak. Bár esőt jósoltak, végül jó időben, napsütésben nyitotta meg a nyári idényt az Aquarius Élmény és Parkfürdő. Közel 2000-en választották a sóstói strandokat június első hétvégén, akik közül a 10 év alattiak ingyen mehettek be. Az üzemeltetők meleg és napos nyárban bíznak, ami értető is, hiszen a szabadtéri medencék miatt nagy az időjárási kitettségük, mondta el 35 perc című műsorunkban a fürdők ügyvezetője. Van egy azonnali feladatunk, amit mindig igyekszünk megoldani, ez pedig az, hogyha valamilyen havária helyzet, valamilyen nagy vihar készül, és sok ezer emberben van a strandon, akkor az ő menekítésük időszakos, hiszen ez 20-30 perc, egy óra alatt általában átvonul. Ebben lesz most nagy segítség idén, hogy a rendezvény sátrunk egész évben fel lesz állítva a parfürdőnek a területén, ennek a szükséges átalakítási munkálatokat, villámvédelem, stb. Ezt megoldjuk. És nyilvánvalóan ez, hogyha feljön egy vihar, egy nagy könnyebbség, hogy a vihar elvonul, és utána szép idő van, akkor kimaradhatunk a strandon. Az Olasz Medence Csúszda Parkjának rekonstrukciója még nem fejeződött be, de várhatóan az iskolai tanév végére már ez is használható lesz. Az elmúlt hónapokban egyébként mintegy 50 millió forintos felújítást végeztek el az Élmény és Parkfürdőben, emellett a karbantartás is több millióba került. Hamarosan pedig egy jelentős fürdőfejlesztésre kerülhet sor. Készítünk együtt elő a várossal egy nagy volumenű, egy 3,1 milliárd forint értékű fürdőfejlesztési koncepciót. Ennek az MTÜ-vel történő egyeztetése zajlik jelenleg. Reményeink szerint 2021-re megvalósulhat, amely egy jelentős, a téli-nyári kihasználtságot is biztosító vízterület növekedés fog jelenteni a sóston. A fürdő reményei szerint a szomszédságukban épülő és nem sokára elkészülő 4 csillagos szálloda révén még több vendég keresi fel majd őket a jövőben.
Mintegy 370 ezer forint értékben az E.ON 100%-os támogatásának köszönhetően újult meg a világítás a nyíregyházi Arany János iskola Szabó Lőrinc tagintézményében. Az iskola tornatermében az elavult higanygűz lámpákat 12 darab korszerű, energiatakarékos LED lámpákra cserélték a vállalat társadalmi szerepvállalás pályázatának köszönhetően. Erre a Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítvány pályázott, a terveket pedig az intézmény két korábbi tanulója készítette el. Nem csak megjelenésében lett korszerűbb a tornaterem világítása, a korábbi higanygőzlámpák helyett ezentúl energiatakarékos LED lámpákat használnak az iskolában. A nyíregyházi Arany János Gimnázium, általános iskola és kollégium, Szabó Lőrinc tagintézménye ezzel a fejlesztéssel környezettudatosabbá is vált. Nagyon örülünk annak, hogyha megújul az intézmény, és valami új történik az intézmény életében. Nagyon nagy öröm, hogy most a tornateremnek a világítását sikerült a Sóstóhegyi Gyermekvilág Alapítvány támogatásával megújítani, felújítani. Ez a tornaterem nem csak a testnevelés órák színtere, hanem ez itt a Sóstóhegyi közösségnek a kulturális és művelődési színtere is. Így tehát nem csak a gyerekek, hanem egész Sóstóhegy gazdagodott ezzel a világítás korszerűsítéssel. A mintegy 370 ezer forintos beruházás teljes mértékben az E.ON Hungária ZRT társadalmi szerepvállalás pályázata finanszírozta. A vállalat felhívására a Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítvány jelentkezett, valamint az intézmény két korábbi diákjának köszönhetik a beruházást. Az egyik diák megtalálta magát a pályázatot, másik diák már szintén végzett, mind a kettő különben villamosmérnök, a másik megtervezte a világítást, hogy a legoptimálisabb legyen a tornaterembe, majd felkeresték azokat a cégeket, ahonnan az alapanyagok meglettek, és megpróbálták minél olcsóban beszerezni, és amikor ez mind összeállt, akkor így már egy összeges korrekt árajánlattal tudtunk menni az E.ON-hoz, akinek ezúton is nagyon szeretnénk megköszönni azt, hogy ezt megvalósítottuk. Nagyon fontos az, hogy a mai világban, ami rohanó és mindenki csak magával foglalkozik, vannak olyan cégek, akik a közösséget is tenni akarnak, nem csak a saját profitjukért, úgyhogy ezúton is hálásak vagyunk az E.ON-nak, hogy ez a projekt létrejöttet. A Sóstóhegyi Szabó Lőrinc tagintézményben 1-től 4. osztályig tanulhatnak a gyermekek, most körülbelül 80 diák vesz részt az alsó tagozatos képzésben. Csütörtöktől az U20-as válogatott székesfehérvári edzőtáborában készül majd Sitkumárton. A Nyíregyháza Blue Sharks 19 éves kosarasának célja, hogy kiharcolja helyét a portugáliai B divíziós Európa-bajnokságra utazó csapatban. A magyarok a csoportmeccseken Írország, Izland, Fehér-Oroszország és Oroszország ellen lépnek pályára. Az elmúlt szezonban a Nyíregyháza Blue Sharks csapatában sok játék lehetőséget kaptak a fiatalok, köztük Sitku Márton is, aki az alapszakaszban 25 meccsen lépett pályára. A 3-as-4-es poszton bevethető kosaras átlagban negyed órát töltött a pályán, és közel 5 pontos átlagot ért el. Marci számára nem értek véget az edzések, mivel tagja az U20-as válogatott keretnek, amelyhez csütörtökön csatlakozik majd. Elmondása szerint elégedett a bajnokságban nyújtott teljesítményével. Én úgy gondolom, hogy személy szerint egy jó szezont zárhattam. Voltak jobb és rosszabb meccseim, de próbálom, hogy ez a hullámzó teljesítmény már egyre jobban eltűnjön a játékomból, és meghatározó szerepet betölteni a csapatban. Sitku Ernő szülőként és a csapat szakmai igazgatójaként is figyeli Marci fejlődését. A magyar kosarasokra egyébként a következő szezonban több szerep vár majd az A-csoportban, mivel egy hazai játékosnak végig a pályán kell lennie. Egy évvel később pedig az első félidőben egy 23 év alatti magyar kosaras szerepeltetése lesz kötelező. Így új távlatok nyílnak meg a fiatal játékosok előtt. Most jött el, úgy gondolom, az az időszak számára, amikor a legnagyobb lépésben lehet fejlődni. Ő egy picit későn érő típus, és most már elérte azt a kort, azt az életkort, amikor várható tőle az, hogy akár a kondicionális, akár a testi fejlődése egy picit nagyobb ritmusban fog bekövetkezni, mint ahogyan az eddig zajlott. Én nagyon örülnék neki természetesen, nem csak azért, mert ő a fiam, azért is, mert a csapatnak is sok mindent tudna segíteni, és úgy gondolom, hogy tudnánk előrelépni, hogyha most egy picit felgyorsulna ez a fejlődése. Azt hiszem, hogy ez a nyár nagyon fontos lesz számára, de nem csak az ő számára, hanem a Magyarországon kosárlabdázó fiatalok számára is nagyon fontos, hiszen az elnökségtől kaptak egy olyan lehetőséget,
amivel úgy gondolom, hogy azok a játékosok, akik komolyan szeretnének kosárlabdázni, fognak tudni élni, de ehhez természetesen az kell, hogy nagyon sokat dolgozzanak, és játsszák be magukat a megfelelő csapatokba. A nyíregyházi fiatalok közül Mokánszki Máté az U23-as 3x3-as válogatottal készül, Fazekas Csaba pedig műtét után lábadozik. Sitku Márton így egyedül képviseli majd a kékcápák a Székesfehérváron, ahol szeretné kiharcolni helyét az ebére utazó csapatban. Szerintem, mint minden edzőtáborban egy felkészülésen mindenkinek ugyanúgy kell harcolnia. Ugye nagyon sokszor közbejönnek sérülések, bármi más dolgok is, és mindent meg kell tennem, remélem, hogy ott leszek az utazókeretben. Az 20-as B-divíziós Európa-bajnokságot július 12 és 21-e között rendezik a portugáliai Matosinosban. A magyarok a csoportmeccseken Írország, Izland, Fehér Oroszország és Oroszország ellen lépnek pályára. A szlovákiai nagysáros csapata nyerte a szombaton megrendezett Kárpát-kupát a házigazda nyíregyházi Teke klub együttese előtt. Az NTK vasárnap Debrecenben vigasztalódott, mivel az első helyen végzett a Hajdú kupa. Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelve rendezte meg a Kárpát-kupát a nyíregyházi Teke klub. A hazaiak két csapata mellett a nyíregyházi amatőrválogatott és az állandó vendégnek számító szlovákiai nagysáros együttese lépett dobóállásba. A kupa hagyományaihoz híven négy fős csapatok versenyeztek egymással. Maga a verseny az jól sikerült, jó hangulatban zajlottak a mérkőzések, azonban a végső sikert nem sikerült a nyíregyházi Teke klubnak megszereznie, ugyanis 12 fával csupán, de a lelkisárosi csapat ismételten elhódította a Kárpát kupát előlünk. Nem meglepő, mert ők még most is edzésben vannak, folyamatosan játszanak, még jó magunknak már azt lehet, hogy hetek óta nincsenek edzések. Igazából mi nekünk ez már csak egy levezető összejövetelnek volt számva, de annál fontosabb volt mindenképpen, hogy a sportbaráti kapcsolatokat ápoljuk, és azt lehet mondani, hogy a folytatás az igencsak jól sikerült. Mindenki elégedetten távozhatott Nyíregyházáról, illetve mi is nagyon elégedettek voltunk magával a rendezvénnyel. Egyéniben sem született nyíregyházi siker, itt is egy szlovák, a Rohár Tomás 587 fával diadalmaskodni tudott, míg mellette a másik helyen a Hakker Dezső 572 fája, illetve jó magamnak az 562 fája fért fel még a dobogóra. A nyíregyháziak vasárnap három csapattal képviselték magukat a Hajdú kupán, amelynek bevételével egy fiatal debreceni tekéző gyógykezelés is segítik majd. Az első helyet sikerült elhoznunk a Fehér Béla, Hakker Dezső, Szegő Levente, illetve a Finta Zoltán négyesnek, és hozzáteszem, hogy voltak nagyszerű eredmények. Béla is az 598 fával már csikolta, azt lehet mondani, a 600-as szériát, és egyéniben is a Fehér Béla harmadik helyen végzett, úgyhogy mindenképpen elégedettek lehetünk, és úgy gondoljuk, hogy nagyon nagy örömmel mentünk el Debrecenbe, hogy segítsünk a Tudás Dávid gyógyulásában. A nyíregyháziakra még egy verseny vár a nyári szünet előtt, június 22-én Nagysároson szerepelnek majd a város sportéletének 100. születésnapját ünneplő rendezvényen. Most pedig kiradunk végén, nézzük legfontosabb híreinket még egyszer röviden. Több mint 230 ezer négyzetkilométernyi területet szakítottak el Magyarországtól az 1920-as trianoni békeszerződéssel. Ez nem csak az emberek egymástól való elválasztását jelentette, komoly gazdasági törés is volt hazánk számára. Ezekre az elvesztett történelmi tájakról és az elcsatolt területek lakosságáról is emlékeztek a Megyeházán tartott Nemzeti Összetartozás napja rendezvényén. Mintegy 100 millió forintos uniós támogatásból segítették 175 nevelőszülőknél élő gyermek tehetségének kibontakoztatását és társadalmi integrációját 4 megyében, köztük Szabolcsban. A Talentum tehetséggondozó gyermekvédelem elnevezésű projekt keretében mások mellett kompetenciafejlesztés, eszközbeszerzés, tréningek és műhelyi munkák valósultak meg 3 célcsoportra fókuszálva. Jó időben közel 2000 vendéggel indította a strandszezont a Sóstói Park és Élményfürdő. A nyitó hétvégén kedvezményekkel várták a fiatalabb vendégeiket. Közben egy nagy volumenű, több mint 3 milliárd forintos fürdőfejlesztést készítenek elő a várossal együtt. Emellett a hamarosan elkészülő új szálloda révén is több látogatóra számítanak a sóstói strandokon. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 4-én, kedden, friss hírekkel, legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon elérik. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!
Kedden változó mennyiségű fátyol és gomoly felhő várható. Kezdetben több helyen, éjszaka már csak elszórtan valószínű zápor, zivatar. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 16 fok körül alakul. Szerdán erőteljes nappali gomoly felhő képződés várható, ismétlődő jelleggel várható zápor és zivatar, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. Csütörtökön még erőteljes gomoly felhő képződésre és többfelé záporra, zivatarra készülhetünk, majd a hétvége felé már csökken a csapadékhajlam. A nappali felmelegedés tovább erősödik, így az ilyenkor szokásosnál több fokkal melegebb időre számíthatunk.